Öt éve vezették be Bátaszéken, hogy az önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt azoknak a családoknak, ahol van olyan gyerek, aki a helyi második géza gimnáziumba jár. Ehhez csak egy iskola látogatási igazolást kell a szülőknek felmutatniuk. A támogatás évente egyszer vehető igénybe, az összege pedig tízezer forint. Emellett Bátaszéken azokat a gyerekeket is támogatja a város, akik a helyi zeneiskolában tanulnak. Ennek is megvan a, a, a módja a rendeletben szabályozottan, itt is csak egy igazolásra van szükség annak érdekében, hogy a szülők zeneiskolában. A kapcsolódó költségeik tekintetében támogatást kaphassanak az önkormányzattól. Jelen pillanatban a költségvetésünk ezeknek a támogatásoknak a biztosítására ad lehetőséget. Kétjen szintén segíti a gyermekes családokat az önkormányzat. A szülők személyesen a polgármesteri hivatalban kérhetik a támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványt, vagy letölthetik azt a falu honlapjáról is. Itt a korábbi években 3000 forintos egyszeri támogatást kaphattak, idén viszont a képviselőtestület ezt megemelte 5000 forintra szerettük volna többre, mert most uh, igazából a családok azok, akik a legjobban rászorulnak az önkormányzat vagy bármilyen segítségre, de az előzetes számítások és még az évben várható esetleg uh, feladatok, szociális feladatok megoldásához egy nagyon kis pénzt kellett még tartalékolnunk a szociális alapból, vagy az alapban, és uh, ezért most csak 2000 forintot tettünk rá, amit szeretnénk a következő években is megtartani. Az iskola kezdés átlagosan több tízezer forintba kerül egy családnak. A legtöbbet azok a szülők fizetik, akiknek a gyermeke az első vagy az ötödik osztályt kezdi meg. Nekik nagyjából 50 ezer forint extra kiadással kell számolniuk a tanévkezdéskor.